Sziasztok, ez itt az iskolánk. Nézzük a kalandpályát, miből is áll, milyen kis kalandok várnak minket. Szia, menj be az iskolába! Hát, amit látjuk itt a táskámban, van nálunk TNT, egy command block, egy parancsblokk, van vaskartunk, egy gyémánt kartunk, gyógyítás bájtal, halhatatlanság toteme, iskolában nagyon fontos, és a cétaleves, amikor nem mehetünk iskolába. Gondolom, mindenki így szokott menni. Most itt egy körbenézünk, van egy ilyen, hogy légy kreatív furcsaság, erre később majd még lehet, hogy szükségünk lesz. Jó, fegyverkezve bemegyünk az iskolába. Hát először is, ugye mi most kreatív módban vagyunk, itt rögtön van valami információ, és haladunk szépen. Átváltottunk kalandmódra, iskolába lépünk, minden nap egy kaland. Portás bácsi. Igen, hát ahhoz, hogy érzékeljük, átváltok. Portás bácsi mit mond? Üdvözöllek az iskolánkban. Holnap és egy térkép található itt. A térkép, amit sokat most itt a nyár, azt nyomjuk, Portás bácsi. Jó, szóval én megvizsgállak, nyomjuk meg a gombot. De van nálunk sok minden, Portás bácsi nem veszi észre. Hops, és Portás bácsi benyelte tőlünk, eltűntette mindent, ami nálunk volt. Hát akkor nézzük, mit tudunk tenni. Keresd a lázákat, itt van egy gomb. Alatt egy command block van, amiben egyszerű teleportálás parancs van beírva. A TP, a koordináta, és egyszerű kit a közelebbi, a legközelebbi játékost, mint egy kukac B. Megnyomva már is ide kerültünk. Itt hasonlóan command blokkok vannak alkalmazva, illetve van egy beépített NPC, amiben különböző lehetőségeket írtunk be. Valahol teleportál, valahol egy ilyen csirkét idézünk meg, szumbon parancsal. Illetve különböző lehetőség van, van láda, ládában könyv van, könyvet el tudjuk olvasni. És így tovább, és így tovább. Már is folytatjuk a játékot, kalandmódban vagyunk. Van itt egy ilyen rész. Hogy ezt az egész pályát meg tudjuk játszani, kell egy iskola, amit megépítettünk, vagy egy olyan hely, ahol ezt elvégezhetjük a feladatokat. Hát itt több dolgot csináltunk, például táblára írtunk, utasításokat, elemépítőből, itt a keletkező elem nevét fogja választani, és akkor vannak robotaink,
teleportálva, és van itt egy kis filmre egy link, hogyha rákattintunk, be van linkelve egy weboldal, ahonnan meg tudjuk nézni a kis filmet. És vannak lehetséges válaszok. Például, hogyha világra kattintok, akkor elvisz ide a periódusos rendszerhez. Hát itt ehhez megépítettünk egy periódusos rendszert. Utána meg tudunk tekinteni, és meg tudjuk fejteni a rejtvényt. Vissza a suliba. Visszajöttünk a kémiatára. Levegővel azt a részt, amit éppen állunk, tehát ezeket a köveket kicseréli levegőre. Így akkor mi lezuhanunk. Ha ügyesen zuhanunk, akkor a Balatonba esünk, és nem fogunk meghalni talán. Nézzük meg, hogy sikerül-e. Hopp. Igen, belepottyantunk a Balatonba, itt van egy gomb, hullámzik tőle a Balaton. Megint csak egy filparancs segítségével kijövünk a Balatonba. És itt egy robot van. Hát ha végigjátszottunk egy Scratch játékot, akkor megtudjuk, hogy melyik a nyerő kód. Na most, itt ugye körbenézünk, ugye nincs semmi. Jelen esetben pedig akkor megnyugva előkerül a rejtélyes láda, amiben megint találunk könyveket, útmutatókat a pályába vonatkozóan. Ha nagyon akarunk, akkor visszamegyünk a suliba ezek után. Jövünk is vissza újra a kezdetekhez. Most kreatív leszek. Hopp, visszaalakultam kreatívvá.